Ursula a kórházban van, a Szent Márkban. És? Már magához tért, többé-kevésbé. Jó van. Ostoba liba. Az Istenért, de hiszen fölvágta az ereit, azt akarja, hogy menj és látogasd meg. Hol? Hát a kórházban. Utálom a kórházakat, és ezt ő nagyon jól tudja. Depressziós leszek. Uram, Isten, tudod egyáltalán, mi történt az éjszaka? Azt kérdeztem, tudod egyáltalán, mi történt az éjszaka? Igen, egy borzasztó beteg voltam, hetekig. Engem nem lehet... Mikor? Hánykor ment el? Kicsoda? Ja, June? Ó, hát körülbelül... Jane, nem June, megbasztad, és még a kibaszott nevét sem tudod. Jó, hát akkor legyen Jane. Hány órakor? Talán kettőkor, fél háromkor. Na, és milyen volt? Egész kellemes. Miért nem próbálod ki egyszer te is? Na, kösz, baszd meg. Hálás kösz, Jane. Hálás kösz, Greg, édes bátyám. Kész. Vége. Most aztán végleg elbasztatok. És te is, Ursula, te szegény kis kurva. És enyém az egész szégyen. Miért? Valahogy az egész incidensér, amelyben a barátnőm és a mostoha fivérem lázasan kopuláltak, míg én habozás nélkül elrohantam, hogy eleget tegyek testvéri kötelességemnek, és az övének is persze. Én szégyenkezem, és engem alacsonyít le. Miért? Ha egyszer majd véletlenül összefutok Jane-nel egy kocsmába vagy az utcán, melyikünk lesz az, aki habozik, makog, fordul el először? Hát, odakint zuhog az eső, és az üveg csupa könny. Csupa könny a szerencsétlen kis Rózéért. Na de hagyjuk ezt. Hessintsük el, és soha többé ne engedjük visszatérni. Felhívtam Mr. Vale-t, és azt mondtam, bármit kér, megteszem neki. Adott néhány feladatot. Eléggé ártatlan dolgok mégsem szeretném, ha kitudódnának. Amikor az este hazafelé ballagtam a föld alattival, megláttam egy elbaszott hippit. A rettentetetlen róka hátsó bejáratánál gubbasztott, mint egy rakás szemét a fényes, fekete műanyag zsákok és szakadt kartonládák között. Kérsz egy cigit? Kérdeztem tőle. Nem koldulok hülye faszoktól. Ki beszél koldulásról? Adni szeretnék egyet. Nem fogadok el könyöradományt hülye fasztól sem. Honnan veszed, hogy hülye fasz vagyok? Hiszen csak most találkoztunk. Hülye fasz! Hogy az ördögbe tudtál így elbaszódni? Hogy az ördögbe tudtál így elbaszódni ilyen fiatalon? Mert utálom ezt az egész szart. Ugyan már, miféle szarról beszélsz? Rólatok, rólatok, ti hülye faszok! Én róla? Hiszen én csak nem annyira ki vagyok készülve, mint te. Hiszen gyakorlatilag jó magam is csavargó vagyok. Vagy ám a nagy faszt! Hát akkor mi vagyok? Egy nagy rakás szar, az vagy. Nevetett. Egy marha nagy rakás szar! Na ide figyelj. Kérsz valami piát, vagy terpentint, vagy aftersévet, vagy mit tudom én, mi az, amit iszol. Kapsz tőlem 2 fontot, ha akarod. Menjél a kurva anyádba! Ha menjél te! Talán igaza van. Talán valóban egy nagy rakásszar vagyok. Egy marha nagy rakásszar. Ursula a múlt héten beköltözött. Az a kis helyiség az én szobám és a fürdőszoba között nem is igazán nevezhető szobának. Inkább talán a folyosó egy része, de úgy tűnt megfelel Ursulának. Mindig szerettem ezt a szobát, mondta, miközben egyik oltári rendetlen bőröngyéből pakolászott. Mondd meg nekem, miért csináltad? Csak hogy tudjam, kérdeztem tőle. A hangok miatt. Miféle hangok miatt? Hát, amik a fejemben vannak. Mi? És azt mondogatták neked, hogy vágjad fel az ereidet. Nem. Mondani soha nem mondanak semmit. Még mindig hallod őket? Néha. Jó, de az Isten szerelmére, nehogy még egyszer megpróbáld. És ha a hangok nem hagynak nyugodni, akkor gyere, aztán szóljál nekem. És te mit csinálsz akkor? Rájuk parancsolok, hogy fogják be a pofájukat. Nem hallgatnak rád. Dehogy nem. Tudok-e segíteni rajta? Törődöm-e vele? Nem. Nem igazán törődöm vele, hogy tudok-e segíteni rajta. De... hogyan is tudok itt segíteni, ha nem törődöm vele igazán? Nem tudok nem törődni vele, de ez más lapra tartozik.
Őszintén bevallom, az esetek többségében kárörvendő ingerültséggel töltenek el szerencsétlenkedő zavaros dolgai. Igen. Viselkedj csak úgy, mint egy idióta. Helyes, nagyon helyes. Az én húgom nem volt se gazdag, se szép. Mégis halál a pillanatáig. Még halál a pillanatát is beleértve, teljesen normálisan viselkedett, sőt, példás józansággal viszonyult ahhoz a maga nemében meglehetősen dilis eseményhez, hogy meggyilkolják. Őt látszólag még ez sem idegenítette el. Még egy marék szar se kell ahhoz, hogy Ursula elidegenüljék. Akármilyen bunkó képes arra, hogy Ursulát elidegenítse. Hát szerintem rendesen meghibbant.